Egyre nagyobb a szerepük a civil szervezeteknek az iskolák felszerelésében. Marosvásárhelyen a Studium Prospero Alapítvány immár a negyedik oktatási intézményt segítette hozzá új eszközökhöz. Ismerősök, barátok sűrűn karolázva vonulnak nagy vidáman be az iskolába. Szavalattal és énekkel fogadták ezek a harmadikos diákok az iskolájukat támogató alapítvány képviselőit. A Bethlen Gábor alaptól elnyert 600 ezer forintnyi támogatásból két hordozható számítógépet, egy videóprojektort és egy fényképezőgépet kapott a marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola. Utóbbi iskolán kívüli tevékenységek megszervezését teszi lehetővé. Egy fotókör keretén belül kerül a legnagyobb felhasználtságra, amit már most az első fél évtől én személyesen fogok indítani órák után kicsiknek, nagyoknak, bárkinek, aki érdekel a fényképezés, fényképezési technika, és nem utolsó sorban mindig is szükség lett volna egy ilyen iskolában levő fényképezőgépre ünnepélyek, megemlékezések alkalmával. Az eszközök a két tagozat 485 diákjának és 42 tanárának munkáját könnyítik meg. Ugyanis a városi költségvetésből rendszerint nem futja ilyen eszközökre. Pályázunk minden évben egy-egy iskolának az oktatástechnikai didaktikai eszköz felszerelésére, és ezt megpróbáljuk kiegészíteni saját forrásainkból, saját erőnkből, különböző pénz vagy akár didaktikai eszköz támogatással. A 7-es számú általános iskola a negyedik olyan marosvásárhelyi oktatási intézmény, amit a Studium Prospero Alapítvány a Bethlen Gábor alap közreműködésével támogat.